És a pszichológusok már el is magyarázták nekünk, hogy mi az a homofób. A homofób az azért homofób, mert a lelke mélyén ő maga is meleg. Tehát, ha nem vagy meleg, buzi vagy. Annyira már nem mászkálunk ki a természetbe, inkább bent vagyunk, de legalább elmondhatjuk, hogy nem tévézünk, ugye? Az lassan így kikopott a tévézés. Szerintem azért, mert a reklámok kiverték a biztosítékot, igazából nem lehet tévézni, csak úgy, ha rengeteg reklámot megnézel. Egy kedves néni foglalta legjobban össze az emberiség reklámokhoz fűződő viszonyát. Sétáltam egy utcában, és a bérház ablakából kiszűrődött a hangos televízió zaja, és egy néni folytatott párbeszédet a tévével, következőre lettem figyelmes. Szép jó napot kívánok! Horváth Lajos vagyok, mosogatógépszerelő! Szop ki a faszom! A legaranyosabb lényeket is szörnyé változtatták a reklámot, de ennél szebben Kant se tudta volna egybefoglalni ez a véleményünk. Úgyhogy televízió nem nagyon van, helyette viszont van ugye a mobilozás, azon pedig ugyanúgy beszűrődik a média káros hatása, és szerintem a legkárosabb hatása az az, hogy mostanában két embercsoport van piedesszára emelve, az egyik a nagyon kemény, a másik meg a nagyon langyos. Na most a nagyon langyosról igazából nem is szabadna beszélnem. De fogok. Nekem semmi bajom nincs a melegekkel, tényleg. Én ugyanolyan sokkot kapok attól is, ha két hetero fasz is málóra előttem egy buszon. Mintha két meleg. Nem a melegekkel van a baj, hanem ezekkel a véres szájú aktivistákkal, akik gyakorlatilag sokkal nagyobb szakadékot okoznak melegek és nem melegek között, mint ami egyébként lenne. Van ez a globális felmelegedéssel foglalkozó szervezet, az LMBTQICK+, nem tudom mi a vége most. Ez gyakorlatilag egy rövidítés. Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű queer. Ki a faszom az a queer? De tényleg, hogy néznek ki, mint az elfek, vagy mint a buckalakók? Utána jártam, a queerek azok, akik az előbbi 28 kategóriában nem tudják, vagy nem akarják magukat besorolni. Hát tényleg, mint a gyűrűk ura, olyan lények vesznek körül, amiről mit se tudunk, és még van az i, az interszexuálisak, akiket meg gondolom Bécsből hoznak vonattal. Állam ez az egész akkor verte ki a biztosítékot, mikor meghalt Hefner, a Playboy atya, és a halála utáni első Playboy középső kihajthatós oldalán egy olyan nő volt, aki igazából faszi. Most ennél sunyibb helyre berejteni egy faszit, mint a Playboy középső kihajthatós oldala már nem nagyon lehet, mert nem hiszem, hogy Playboy olvasók ezrei tüntettek, hogy faszit tegyetek középre, most már faszit akarunk középre. Ráadásul ugye Karcsika megveszi a Playboyt, rutinból ráránt a középső oldalra. Majd viszi a haveroknak megmutatni, hogy ezt a csajt nézd, apám. Tetszik neked, Karesz? Nekem nagyon bejön. Srácok, buzi a Karcsi, ezt nézzétek! Ráadásul ugye, ha te ettől az egész egy picit is óckodsz, tehát mondjuk ülsz egy gyors étteremben, ami azt jelenti, hogy öngyilkos szeretnél lenni, csak nagyon-nagyon lassan, eleve megvan az alaphangulat, és akkor egy szórólapként osztott LMBTQ-is újság becsúszik, megkocintja a hamburger eredette, lenézel, és ott azt látod, és most egy konkrét példát mondok, két beolajozott favágó egy fatörzsön, tangában, birkózva egymás szakállát harabdálja. Nem basznak, csak nagyon úgy néz ki. És ettől neked rossz érzéseid lesznek. Bocsánat, nem mondom jól. Nincsenek tőle jó érzéseid, akkor egy pillanat alatt rád foghatják, hogy te homofób vagy. És a pszichológusok már el is magyarázták nekünk, hogy mi az a homofób. A homofób az azért homofób, mert a lelke mélyén ő maga is meleg. Tehát, ha nem vagy meleg, buzi vagy. És megint csak így állsz. Wow, ez tök jó. Köszi.
meleg barátaimban is egyetértünk abban, hogy a meleg felvonulás talán arra lehetne hivatott, hogy a homofóbokat közelebb hozza a melegekhez. De nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy a Andrássy úton egy konzervatív nagypapa ablakán belógatod a feszes herégidet, hogy... Szevasz nagyapa, na mi van? Gyere, csapja papcsimra, na mi van? Hunyorogsz, undorodsz, homofób vagy a kurva anyádat? Nem hiszem, hogy erre egy homofób is azt mondja, hogy hallott Karesz, geci jó táncol, hívjuk már vessőre, bannyi. Nem hiszem, hogy ez az út. A másik nagy kedvencem, én ugyanolyan vagyok, mint te, csak más vagyok. Ugyanolyan vagyok, mint te, csak külön olimpiát akarok. Minek a melegeknek külön olimpia? De tényleg ők lassabbak? Szerintem az LMBTQI elment egy olimpiára, egy igazira. Hülye vagy, Karcsi, ez egy kurva gyorsak, bazd meg! Hát én nem tudok így futni, én egy queer teknős béka vagyok, megbeszéltünk, nem? Na most egyébként, hogyha valaki téglának képzeli magát, és minden este gazdagon borítja a testét habarccsal, és ettől neki föláll a pöcörője, csinálja szíve jogat, csak ne a nappalimban, annyit kérek, mert ez magánügy, nem? Én sem mondom el senkinek, hogy minden este sáros pókmajmokra verem a faszomat. Ez csak rám tartozik meg a pókmajomra, jó? Hogy mondjam el a gyereknek, hogy gyere ide, kisfiam, hozd csak ide a majmocskát, valamit mondanom kell. Hát már az oviba is oktatják, tehát valahogy meg kell tudjad, hogy... Van a Bibliában egy mondat. Szerest fele barátodat, mint saját magadat. Ezzel kéne kivonulni. De tényleg, mert ebben mindenki benne van, annyira egyszerűen és szépen meg van fogalmazva, csak hát ezzel nem vonul ki senki. És tudják miért? Mert nem megosztó. Mert akik fölülről dolgoznak, azoknak az a jó, hogyha az egyik tangában, a másik meg huszárruhában picsán ugdossa egymást, ők meg fönt ezt élvezik. Mert a másik, az pedig a nagyon kemény. A magyarok eleve összehúzott szemöldökkel mászkálnak mindenit, nem? Én is ilyen vagyok, mint egy párduc, érted? Lehet, hogy megtámadnak, vagy én támadok meg valakit. Az a lényeg, hogy lássák, hogy kemény vagyok, mielőtt kiütnek. Elmentem Portugáliába, és ott mindenki mosolygott. Én meg így néztem, hogy hülye vagy, bán? Boldog vagy, elgurult a gyógyszered, szedd már össze magad, idióta gyerekben. Az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de hogy kamionosok a jégen, abból csinálnak egy több huszon akárhány részes sorozatot. Nem filozófusok, kamionosok. Egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez két fasz a semmiben. És az egész műsor arról szól, hogy Joe, szerinted a beszakadt? Nem tudom, Frank alatt beszakadt. Frank alatt beszakadt? Jó, Frank alatt beszakadt. Akkor most mi lesz? Beszakadt vagy nem szakadt? De nem tudom, nézzük meg a grafikon. Beszakadt, bazzik, ezt mondom, hogy beszakadt. Ezért. Ez ment 4 órán keresztül, de úgy összevágva, hogy végignézel, érted? És utána gondolok, mi a fasz nézte meg észre, hogy beszakad, nem szakad, beszakad, de már a gyereket nem engedem a tévé el, hogy én lássam, hogy melyik fasz szakad be először. Tehát... De a kamionosok még kemények, mert az egy kemény szakma. De van a raktárosok sorozat. Azok is kemények, pedig lerobbant raktárakból vesznek 10 centért babakádakat, és azok is kemények, az összes ilyen, érted? Mert tetoválásuk van minden, a tetoválás az kell, tudod, mi kell? Azért, mert egyedi, mert csak nekem van, meg a félvilágnak, maxik kettőnknek. És azért kell, mert itt vannak rajta az emlékeim, mert elfelejtem őket, érted? Itt meg hátul anyám emlékei vannak, remélem nem baszták el, mert még nem láttam. És akkor megy a raktárosok sorozat, érted? Mennyi a babakád? 5 cent adok, érted? 10 centet, megvan, geci, gyere, megvan a babakád, bazdok, meddig... Már várom, mikor jön a könyvtárosok sorozat, nem? Az is ugyanez. Hol az adja? Babics mellett, add ide, geci, kiolvasom elsőre, gyere, nézd végig, végigolvasom, esküzöm neked, bazdok. És még itt van a rap, a magyar gangster rap, és azt hiszem, az talán a legkeményebb minden közül. Jaj, mert azok annyit szenvedtek, te! Azért beszélnek így a fájdalomtól, nem tudják normális, csak így szűrik a szavakat a foguk között, mert a szakamat, mert nagyon fáj, geci, nagyon durva! Ott nagyon! Négy-öt világháború átment a csávó lelkén, csak tegnap, bazd meg, érted?
nagyon kemény, és akkor így rázza a kezét, mint a taknyot rázna le a kezét, majd a szakamod, a fakamod, a szaka. Van még egy olyan testtartásuk, mint egy zsák krumplit kéne a nyakába cipelni, majd a szakamod, a fakamod, a gaz, élve temeti magát a gyerek, érted? A fájdalomtól, bazd meg, tele vagyok fegyverrel, műanyag, de saját pénzből vettem, respekteljék, geci, szavaztok. És a legkeményebb rapperek valamiért még így fogják a makjukat is, és a másik kezével rázza a taknyot meg, de bazd, szakamod, a fakamod. Egyébként a gyerekem szokott így áldogálni, mikor nagyon jót játszunk, pisilnie kell, de nem akar kimenni.